Madács Imre munkássága előtt tisztelegtek az irodalmi olvasókör tagjai Sárospatakon. A költő halálának idén van a 150. évfordulója. Versei, drámái voltak az előadás fő témái, azok a fontos művek, amelyekkel nem csak érzelmeket közvetített, korokat, évszázadokat határozott meg, és még ma is feladatot ad kutatóinak. A talán legismertebb műve, az ember tragédiája 1862-ben jelent meg. Kezdetben nem árusították, mégis korszakalkotó lett. 19. században elmélkedni az emberiség végső jövőjéről, űrutazásról, falanszterről, gépi világról, ahol az ember már pusztán csak számadat, és a gépek mozgatnak mindent. Ha az idő két végét nézzük, akkor valahol felér egy jóssal, egy vátesszel, egy jövendőmondóval, akin egyszerre a mélyen a múltba, és igen távolian a jövőbe is kacsint. Ellátott a mikorunkig, ez kétségtelen, a számítógépes világig. Az irodalmi olvasókör tagjai az idén ellátogattak a Szlovákia területén található Alsó-Sztregovába, ahol a Madács kastély van, amelynek parkjában a költő síremléke is áll. Nem tudott jelen lenni viszont valamennyi olvasóköri tag a kiránduláson, így számukra külön öröm volt, hogy a jubileum évében hazánk egyik meghatározó költőjéről hallhattak. És a címe is érdekes, hogy tulajdonképpen emberiség léptékű gondolatok Madách Imre munkásságában, tudvalévő, hogy a magyar irodalomnak az egyik kiváló alakja, és miután már voltunk ott, megtapasztaltuk a munkássága színhelyét, úgy gondoltam, hogy karácsony előtt az olvasók tagjai, akik nem voltak velük kirándulni, megismerkedhetnek közelebbről ezzel a nagy géniusszal. Még decemberben újabb találkozót tartanak a Sárospataki Irodalmi Olvasókör tagjai, ahol Hajdú Imre mutatja be nekik legújabb könyvét, a 100 éves történetek címűt.